Dear colleagues, it's a big honor for me to be here, to be your guest, and to speak together about this important topic. The last 2 weeks, this is my third debate together with the Corps. We met because we celebrated together the tourism industry. I'm chair of the Tourist Task Force in the European Parliament. And now I'm here as a reporter, so I think for us, for me, it's very, very useful. We can meet several times and we can work together. But to speak about our report, I would like to use my Hungarian, very unique and very, for you, very difficult language. But it's easier for me to speak about the CITS program in Hungarian, so please use your headset. Kedves kollégák, látták, emlékeznek arra a különleges kultikus filmre, ami a Vissza a jövőbe, a Back to the Future film volt. Úgy nőttünk föl, én gyermekként akkor, hogy a jövőbe látogató hős olyan dolgokat csinált, amit akkor nem tudtunk volna elképzelni, csak a science fiction keretében. És ma már meghaladtuk mindazokat az álmokat és elképzeléseket, amikről akkor a film szólt. A mostani jelentés, amiről most együtt beszélünk, az egy hasonló kérdés. Egy olyan jövőbeni dologról beszélünk, amit minden háztartásban az apa, a gyermek, a férj, és mindenki kénytelen lesz megtanulni, hozzászokni, és amely Európa ipara számára különösen jelentős lesz, hogy mennyire képes versenyt folytatni más földrészek autóipari és technológiai forradalmaival. Éppen ezért jöttem most ide, hogy elfogadjam az önök javaslatát, véleményét, beépítsem az Európai Parlament jelentésébe. Ez a téma, ez a bizonyos intelligens, automatizált közlekedési rendszerek parlamenti önálló kezdeményezésű jelentése. Olyan gyors ipari és digitális forradalom az, amit ma megélünk mindannyian, hogy fel kell készüljünk nekünk itt Európában, és nem csak tagállami szinten, hanem az Európai Unió egészének ezekre a változásokra. És nekem első számú fontosságú ebben a jelentésben azt hangsúlyozni, hogy miután tisztában vagyunk azzal, hogy mekkora differencia van egy-egy országban, tagországban, tagországon belül is a régiók fejlettségi szintje között, és mekkora különbség van digitalizáció és fejlettség szempontjából Európa egyes régiói között. Nekem a kulcsmondatom ebben a jelentésben az, hogy az Európai Uniónak azt kell elérnie, hogy minden európai polgár egyaránt részesülhessen majd abból a digitális forradalomból, ami utolér minket, ha akarjuk, ha nem. Ebben a jelentésben a központi három legfontosabb tétel, hogy egyszerre kell megfeleljünk a biztonságnak, a hatékonyságnak és a fenntarthatóság követelményeinek. Egyszerre kell odafigyeljünk a közlekedési rendszerek károsanyag kibocsátásának, a lakosainkat, polgárainkat élt balesetek száma csökkentésének, és hát bizony, ahogy említettem, az európai ipar versenyképességét is szem előtt kell tartsuk. Kedves kollégák, én magam is képviselő vagyok, és tudom, hogy önök is egy hosszú nap után vannak. Engedjék meg, hogy azt a sok oldalnyi részletes tájékoztatást ne mondjam el, ne olvassam fel önöknek, ami a jelentés tartalmát elemzi. Egy biztos, hogy a következő hetekben mi véglegesítjük ezt a jelentést. A kollégáim több mint 50 szakmai szervezettel, céggel, lobbistával, érdekképviselettel találkoztak. Természetesen az Európai Bizottság több unitjának is a véleménye, szakmai álláspontja beépült, be kell, hogy épüljön ebbe a javaslatba. És éppen ezért szeretném megköszönni Árenc polgármester úrnak azt a munkát, amit elvégzett a korban a kollégáival.
hiszen szeretnénk, hogy ha a kor álláspontja is beépülne ebbe a javaslatba, ezt biztosítani is fogjuk. Kedves kollégák, ebben a kérdésben teljes körű iparági összefogás szükséges Európában. Vannak térségeink, ahol erősebb a telekommunikációs ipar, vannak országok, ahol pedig meghatározó, nélkülözhetetlen szeletet hasított ki az iparból, például az autógépgyártás, összeszerelés. És vannak más helyek Európában, ahol pedig akár energiaipari, akár technológiai fejlesztésekben olyan inkubátorházak működnek, amelyek ontják a jó ötleteket, és ezek sokszor az Amerikai Egyesült Államokban, vagy éppen Kínában kötnek ki ezek a jó ötletek. Ezért szorgalmazok ebben a kérdéskörben is egy teljes körű iparági összefogást az Európai Unióban, hogy olyan modern, intelligens, automatizált közlekedési rendszerek legyenek a következő évtizedben. Úgy épüljön ki ez Európában, hogy közben az európai ipart is erre fel tudjuk készíteni, és tudjuk az ő számára hasznosítani a közös eredményeket. Kedves kollégák, csak jelzem, hogy milyen fontos kérdések lesznek ebben az ügyben. Mit csinálunk a használt gépjárművekkel, hogyan kapcsoljuk később majd, amikor elindul ez a bizonyos CITS, hogyan kapcsoljuk a használt gépjárműveket ebbe a rendszerbe. Még egyszer mondom, hogy fogjuk tudni az összes európai kistérségünket bekapcsolni, olyan digitalizált fejlettségi szintre hozni, hogy mindenhol használható legyen ez a bizonyos rendszer, és hogyan fogjuk az adataink biztonságát megóvni, hiszen ez a hosszú anyag ez azzal is foglalkozik, hogy ha majd mindent tud rólunk gépkocsi vezetőkről és gépkocsijainkról a szolgáltató, akkor hogyan tudjuk európai szinten megőrizni ezeknek az adatoknak a biztonságát. Szóval számos érdekes kérdéssel foglalkozunk, nem folytatom tovább. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, az a kérésem, hogy akinek van kedve bekapcsolódni a munkába, akinek a saját térsége, régiója szempontjából ez különösen izgalmas, keresse meg a csapatomat, az irodámat, megtalálnak, és bízom abban, hogy együtt tudjuk az Európai Bizottsággal közösen felkészíteni az Európai Uniót erre a technológiai forradalomra. Köszönöm szépen, elnök úr!